Lakossági fórumon volt vendég dr. Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője Mezőtúron. Legfontosabb témaként a Jobbik rezsicsökkentéssel és földkérdéssel kapcsolatos álláspontja került a középpontba, de sarkallatos kérdésként felmerült a közbiztonság helyzete is. És az iskolai erőszakot sem veszi senki a Jobbikon kívül komolyan. És nem csak a büntetési tételeken szigorítanánk, annak egy jó részét már megtettük. Higgyék el, már az sem elég önmagában, hogy azt mondjuk, hogy a legsúlyosabb életellenes bűncselekményeknél egyedüli pártként visszaállítanánk a halálbüntetést. Visszaállítanánk. Pont egy hete fakadtak engem erről, csak hát az a helyzet, hogy mindig a Kaiser-Ede ügyel jönnek. De a Szita Bence ügyel miért nem jönnek? Meg a Horákna úra ügyel, meg a Marian Kozma ügyel. Önök szerint normális, hogy Marian Kozma gyilkosai innentől számítva, az eddigi büntetésre leszámítva 10 év múlva kint lesznek? Önök szerint ez megfelelő megoldás, ez igazi büntetés? Marian Kozma mikor szabadul a temetőből? Vagy Szita Bence mikor fog feltámadni? Hát bízunk a feltámadásban, de az még odébb lesz. A Jobbik által szervezett rendezvények sorában a november 18-ai fórum folytatásaként Vona Gábor és Volner János is vendégeskedhet Mezőtúron a közeljövőben, hasonló lakossági fórumokon.